A 8 mezős diák iskolatársai előtt is beszámolt szicíliai utazásáról, a feladatokról, az ott készített prezentációkról és természetesen a látnivalókról. A Sátoraljaújhelyi Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakközépiskola holland, török és olasz iskolákkal közösen pályázott egy Comenius oktatási programra, a téma pedig a migráció, vagyis a népek vándorlása volt. E nem könnyű témakört több szempontból járták körül a fiatalok az elmúlt 2 évben, vizsgálták társadalmi, gazdasági, legutóbb pedig politikai vonatkozását. A lációnk az arról szólt, hogy például több országból próbálnak átjönni az Európai Unióba, és a népesség akar megválasztja, hogy belépjenek az Európai Unióba, hogy jobb megérhetésük legyen, hogy több munka legyen, munkalehetőség, mert az Európai Unión belül sokkal jobb változott a megélhetés, és több munkahelyet adott az Unió az országnak. A különböző nemzetiségek másként kezelik az Európán belüli vándorlást. A fiatalok itt saját élményeiken keresztül beszélték át, nekik mit jelent a migráció. A pedagógusok szerint a téma feldolgozásában sokat jelentett, hogy gazdasági és társadalmi vonatkozásban is különböző népek fiataljai beszéltek róla. Mind a 4 országot igencsak érinti a probléma. Tehát mindenki a saját szempontjából, szemszögéből világította meg, és ez a tanulók munkáiból is nagyon jól kinyilvánult. Mindenki más szempont. Tehát a törökök ugye a Európában való áramlással, vagy például az oda való áramlással foglalkoztak, ugye a hollandoknál ez egész mást jelentett, tehát ők például elmondták, hogy a nagyszülők a Balaton felvidéken vettek házat, és ott élnek már, tehát nagyon érdekes problémák vetődtek föl. A szakmai munka mellett természetesen jutott idő a kirándulásra is. A szicíliai házigazdák megmutatták Agrigento és a környék nevezetességeit is. A templomok völgyébe vittek el minket, ez 2 templom egymás mellett, ezt még a régi római birodalomba építették. Rossz idő volt, esett az eső, de volt egy idegen vezető, aki angolul elmondott nekünk mindent a templomról. Az iskola tovább szeretné folytatni nemzetközi kapcsolatainak ápolását. A hollandiai Franeker iskolájával és más partnerekkel közösen az Erasmus Plus nevet viselő új oktatási programhoz is szeretnének csatlakozni az ifjúság jövője Európában témakörrel.